Nagyon érdekes történet ez. Nagyon régóta tervezzük a polgármester úrral, valamint a képviselőtestület egyes tagjaival, hogy jó lenne a fa ültetési program mellé, amit majd ebben az évben fogunk elkezdeni néhány helyen, ott, ahol természetesen szükséges és indokolt. Mindemellett arra gondoltunk, hogy a madarak védelme egy nagyon-nagyon fontos dolog, hisz madár nélkül nincs élet. Óriási nagy szerepe van a madaraknak abban, hogy élhető legyen a világunk, a bolygónk, és ezért arra gondoltunk, hogy számos madárfaj kezd eltűnni már, nem csak országunkból, de talán kisebb térségünkből, Zalaszentendréről is, hogy jó lenne madáretetőket gyártani. Négyet hozott a polgármester úr, hogy ő ilyet szeretne. Na, ennek az ötletnek nyomán felajánlottam, hogy a Szentendrétért Kft. Asztalosa még 10-et hozzátesz, és akkor hát kinek adjuk oda, kinek másnak, mint én azt gondolom, hogy az ilyen környezetvédő és madarak szeretetét a gyerekkorban kell kialakítani. Gondoltunk arra, hogy adjuk akkor az óvodásoknak, minden csoportjának, és így került sor a tegnapi napon arra, hogy átadtuk a gyerekek óriási örömére, és a Szentendrétért Kft. Még ezt megfejelte minden óvodai csoportnak 1-1 kiló madár eledellel. Tudom nagyon jól, hogy ez meddig elég. Természetesen, ha fogy és szólnak, akkor igyekszünk pótolni. Nekünk nagyon fontos az, hogy akár a termálfürdőben, akár a város területén is megjelenjenek újra a madarak, örömet okozva a gyerekeknek. A gyerekek felismerték azt, hogy mit kapnak? Ez jó kérdés, igen. Többen jöttek, és mikor kérdeztük, hogy na vajon mit kapnak ők, azonnal válaszolták, hogy madáretető, nagyon-nagyon boldogok voltak, átvették, sőt, nagyon sok kisgyerek kérte, hogy esetleg haza is vihetne-e belőle, de ezt nem csak gyermekek, hanem azok a szülők is, akik ott látták, hogy mit osztunk, megkérdezték, és haza esetleg nem kaphatnának. Nem állt le a programunk, szeretnénk még több madáretetőt gyártani, kapacitásunk ugye a fürdő nyitásáig, azért még belefér egy-egy ilyen tevékenység, de utána aztán már csak arra akarunk koncentrálni, hogy minél szebb, minél biztonságosabb fürdőt tudjunk nyitni május 1-én, ahogy az idő és ahogy a törvények engedik.